Akkor én is sok szeretettel köszöntöm a vendégeinket. Az én előadásom a Bedrótozott Nemzedék címet viseli, és ez alatt a cím alatt az Egyetem Kommunikáció Tanszékén folyó Z generáció média használatával kapcsolatos kutatást, illetve ennek eredményeit fogom bemutatni. Első vázlatpontként néhány olyan információt szeretnék elmondani, ami mi projektunkat a kutatás főirányához kapcsolja. Ugye alapvetően a célunk az volt, hogy az Z-generáció legfontosabb kommunikációs szintereit és médiahasználatuk sajátosságait, formáit lekövessük, de ezen túl is szerettük volna bővíteni, illetve mélyíteni ezzel a generációval kapcsolatos ismereteinket. A délelőtt során elhangzott előadásokban már sokszor hangsúlyoztuk azt, hogy egy olyan nemzedékre, egy olyan generációról van szó, aminek alapvetően a médiahasználati szokásaiban történik egy nagyon fontos változás, átalakulás, más eszközöket használnak sok esetben is máshogy, mint a korábbi generációk, és ennek a felismerése vezetett rá minket arra, hogy egy összetettebb, fókuszáltabb kutatás keretében kimondottan ennek a generációnak a kommunikációs szokásait vizsgáljuk. A módszerekről is egy picit szeretnék beszélni. Ugye többször elhangzott ez a kulcsfogalom, ez az árnyék kutatás megnevezés, ami tulajdonképpen a média kulturális tanulmányozásával összefüggésben megjelenő módszertan és a késő modern média kutatásnak az eszköztárát vonultatta fel. Ez tulajdonképpen két célnak kívánt megfelelni, ez az elképzelés. Egyrészt, hogy a név is mutatja, igyekeztünk minél kevésbé beavatkozni az adatközlőinknek az életébe. Másrészt, minél alaposabban, minél árnyékként követve, ugye minél pontosabban lekövetni azokat a felhasználói módokat, ami erre a generációra jellemző. Ennek megfelelően kombinált módszereket alkalmaztunk, amelyben megjelent egyrészt a médianapló, ez jelentette a kutatásunknak a fő gerincét, legfontosabb adatközlési módját, ezen kívül interjúk is készültek, illetve mentális térképek. Média naplókat középiskolások és egyetemisták is elkészítettek. Középiskolások esetében ezt interjúk is kiegészítették, az egyetemisták csak média naplót írtak. Ebben az esetben a média naplók sokkal terjedelmesebb, bővebben szövegezett dokumentumok voltak. És minden esetben a kutatást a végső fázisban kiegészítette egy mentális térkép rajzoltatása, amely lényegében a média használat vizuális lenyomataként értelmezhető. Erről gyorsan szeretnék két példát is mutatni. Ezeknek a képeknek a célja az volt, hogy egy hálózatban, egy vizualizált formában tudják az adatközlőink megjelenteni azt, hogy milyen médiumokat használnak, azokhoz milyen viszonyuk van, hol helyezkednek el ezek a médiumok az ő mindennapjaikban, hétköznapjaikban. Itt két tipikus példa látható, van egy inkább egy ilyen figuratív jellegű, illetve van egy ilyen hálózat típusú, itt nagyon jól kirajzolódik az, hogy az énhez mely eszközök esnek közelebb, és melyek azok, amik inkább távol, mondjuk ott nagyon feltűnő a televíziónak a perifériára szorulása, erről a későbbiekben még én is fogok részletesebben beszélni. Néhány szóban az adat közlőinkről. Volt egy általános mintánk, amiben középiskolások és egyetemisták jelentek meg. Itt lényeges kihangsúlyozni, hogy minden esetben a Dél-Dunántúli régióban az egyetemünk vonzás körzetében élő diákokról volt szó, illetve volt egy speciális almintánk, amiről szintén esett már néhány szó, amelyben hátrányos helyzetű fiatalok jelentek meg egyrészről, ők nevelő otthonokban, családotthonokban élő diákok voltak, és vagy speciális tanulási nehézségekkel, illetve viselkedészavarokkal küzdő gyerekek voltak, akik szintén speciális intézményi képzés keretei között tanulnak. Illetve szintén a Dél-Dunántúli régión belül kíváncsiak voltunk arra is, hogy a roma fiatalok médiahasználati szokásaiban milyen jellemzők figyelhetőek meg. Ugye itt elsősorban a felzárkóztatás, illetve az esélyegyenlőség volt egy nagyon lényeges kérdés. És ezek után szeretnék rátérni azoknak a kategóriáknak a bemutatására, amik tulajdonképpen az elemzés kategóriáját képezték a kutatási anyag feldolgozása során.
És ezek közül az első tételünk az a napi média használat idő tartama lenne, tehát a napi összes média használat. Ezzel kapcsolatban azt tudjuk elmondani, hogy a kutatásunk nagy részt az eredmények tekintetében igazodik az országos nagyvolumenű kutatások eredményeihez. Napi átlagban úgy találtuk, hogy 6,4, esetleg 7 óra körül mozog a média használat. Itt azt azért érdemes kihangsúlyozni, hogy az adatfelvétel egy átlagos hétköznapon történt, tehát amikor a diákok nagy része iskolában töltötte egy nap, a napjának egy részét, illetve sokan otthon is, tehát ahhoz képest, hogy iskolában is töltöttek időt, ez egy viszonylag magas számnak tűnik. De azt is látjuk, hogy jelentős eltérések is mutatkoznak ebben a tekintetben. Volt, aki nagyon kevés időt, 1-2 órát töltött csak média használattal, míg mások, jellemzően azok, akik több időt töltöttek otthon, akár kimagasló értékeket is bevallottak, tehát 8-9, egyes esetben 12 órás média használatra is volt példa. Összességében azonban elmondható, hogy az idő megítélése, a média használatra fordított idő megítélése egy problémás kategóriát jelent a fiatalok életében. Nagyon nehezen tudnak reflektálni a saját média használati szokásaikra, és ebből kifolyólag a mintában több pontatlan becslés, illetve utólagos korrekció is volt, de pontosan abból kifolyólag, hogy többféle módszert alkalmaztunk, lehetőség volt ezeknek a hibáknak a leleplezésére, vagy beazonosítására, hogy ezek már a kutatási eredményekben ennek megfelelően jelennek meg. A következő táblán a nap során használt médiumokat, illetve ezeknek a gyakoriságát láthatjuk. Itt lényeges, hogy tulajdonképpen az egész kutatásnak az anyagát értelmeztük, amikor ezeket az adatokat összeállítottuk. Itt is hangsúlyoznám, hogy egy kvalitatív kutatásról van szó, tehát itt csak érzékeltetni próbáljuk az arányokat. Egyértelmű, hogy a telefon egy nagyon jelentős szerepet játszik ezeknek a fiataloknak az életében. Itt megint csak azt kell hangsúlyozni, hogy ezen az adatfelvétel napján ugye általában iskolában vagy egyetemen töltötték a nap egy részét. Ennek megfelelően ez volt az eszköz, ami a legkönnyebben hozzáférhető volt, és amit a nap során leginkább használ. De megjelenik, ugye látjuk a számítógép, a televízió, és ennél jóval kisebb arányban a rádió és az újság is, és a táblázatnak a végén egészen speciális tételek is megjelennek, mint például a projektor, a szórólap, vagy akár az iskolai csengő. Erre majd még később kitérünk, hogy ez hogy kerülhetett be a mintába. A következő harmadik ábrán a leggyakrabban vagy legtöbbet használt médiumok kérdése merül fel. Itt ennek a bemutatásakor kizárólag az adatközlőknek a véleményére tudunk hagyatkozni, tehát hogy ő mit ítél meg nagyjából, melyik az a médium, amit a legtöbbet használ a nap során. Hát itt is egyértelmű a telefonnak az uralkodó szerepe. Második sorban a számítógép, illetve a televízió és az internet egy még jelentősebb szerepet játszó eszköz. Már itt érdemes felhívni a figyelmet a médiumokkal kapcsolatban, hogy a kategóriák mennyire átjárhatóak és mennyire képlékenyek. Ugye a számítógép használat az nyilván az adatközlők esetében döntő többségben internet használatot jelent egyidejűleg, mégis voltak olyan adatközlőink, akik ezt a két platformot vagy két eszközt inkább külön választották. Illetve itt is a táblázatnak a végén egészen furcsa elemek is megjelennek, mint például a bakelit lemezek. Egészen egyszerűen olyan speciális médiahasználati módokról van szó, amik például nagyon erősen egy szubkultúra és identitáshoz kapcsolódnak, tehát egy olyan fiatalkori speciális kultúra és csoportnak volt ott éppen tagja az adatközlő, ami egyébként ugye a korosztály döntő többségére nem jellemző. Legritkábban vagy legkevesebbet használt médiumok, itt is ennél a kategóriánál is gyakorlatilag kimondottan az adatközlőnk válaszaira hagyatkozhattunk, hiszen a hiányt maga mondjuk egy beszélgetés az így külön nem jelezte. A fiatalok úgy fogalmaztak, hogy legkevésbé rádiót használnak, tehát hogy ez egy viszonylag népszerűtlenebb médiumnak tűnik ebben a korcsoportban. Nagyon sokan fogalmaztak így a televízióval kapcsolatban is, amit majd később látunk, hogy egyébként ebből kifolyólag egy csomó ellentmondás jelenik meg a kutatásban. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a televíziónak a szerepe, a televíziónak a népszerűsége látszólag háttérbe szorul. A valóságban itt megint csak az adatok összehasonlítása alapján viszont kiderül, hogy a televízió változatlanul jelentős szerepet játszik ezeknek a fiataloknak az életében is, de háttérbe szorul, jellemzően a háttér média használatnak lesz az egyik eszköze, amire szintén majd a következő kategóriák egyikére kitérek.
Vannak fiatalok, akik számítógépet is keveset használnak, ők jellemzően az internet használatukat mobiltelefonon oldják meg, és akkor itt is a speciálisabb tételek a táblázatnak a végén találhatóak. Tovább haladva a kategóriák között egy nagyon fontos kérdés az aktív és háttér média használat. Ugye aktív média használaton azt értjük, amikor a teljes figyelmünkkel egy adott eszközre koncentrálunk. Hát erre a generációra ez a legkevésbé jellemző, tehát nagyon kevés olyan szituáció van, amikor a teljes figyelmünk egy adott eszközre irányul. Ha ez előfordul, akkor ezt elsősorban a számítógép vagy a telefon tudja elérni, de az interjúkból, illetve az adatfelvételből kiderül, hogy ez is csak pillanatokra valósul meg, tehát a teljes figyelmet huzamosabb ideig szinte semmilyen médium nem tudja lekötni. Egy-két speciális esetben merült fel olyan példa, hogy az olvasás vagy például a zenehallgatás kizárólagos tevékenységként jelent meg, de itt megint csak speciális helyzetű, speciális kulturális háttérrel rendelkező fiatalokról volt szó. Illetve többen egész egyszerűen megfogalmazták azt, hogy soha nem jellemző rájuk az aktív média használat, mindig több eszköz van egyszerre jelen a hétköznapokban. A háttérmédia használata a következő kategóriánk, ami azt jelenti, hogy a média használata mellett párhuzamosan valamilyen a médiától különböző cselekvés is zajlik. Ennek nagyon változatos megnyilvánulási formáit találtuk, ilyen például a napi rutin, az étkezések, utazás, házi munkák, sport, tanulás, és még hosszasan lehetne sorolni ezeket a kategóriákat. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy például televíziónézés vagy televízió használat közben valaki takarít, vagy például sportolás közben zenét hallgat. Most ez megint egy olyan kategória, ami erre a korosztályra nagyon jellemző, hát nagyon sokszor hétköznapi cselekvéseket valamilyen médiahasználati gyakorlattal párosítanak. A hetedik kategóriánk egy érdekes pont, ugye erről a multitasking jelenségről is már a korábbi előadásokban esett szó. Ezzel kapcsolatban azt látjuk, vagy láthatjuk, hogy ennél a generációnál talán ez jellemzőbb, vagy összetettebb, speciálisabb formái vannak, mint ahogy azt korábban láthattuk. Mi három kategóriát különítettünk el, ahol ez a gyakorlat tetten érhető. Beszélhetünk két különböző médium egyidejű használatáról, itt lehet például a televízióra és a mobiltelefon egyidejű használatára gondolni. Lehet beszélni kettőnél több különböző médium használatáról is, annak ellenére, hogy erről viszonylag kevesen számoltak be. Itt azt kell elképzelni, hogy valakinek a szobájában be van kapcsolva a számítógép, ugyanakkor be van kapcsolva a televízió is, és mellette mondjuk a telefonját böngészi. Többen említették azt, hogy ez a gyakorlat jellemző a hétköznapjaiban, de sokszor ők is ezt terhesnek érzik és megterhelőnek. Tehát annak ellenére, hogy vannak erre példák, azért ez nem egy népszerű és nem egy általános kategória. Nem úgy, mint a harmadik eset, a párhuzamos média használat ugyanazon az eszközön. Ugye a mai digitális technológiában általánosra váló eszközök, mint a táblagép, a számítógép, vagy akár a mobiltelefon is, lehetőséget ad arra, hogy különböző programokat egyidejűleg futtassunk egy adott eszközön, és ez gyakorlatilag általánosnak tekinthető. Tehát az a legritkább eset, mondjuk, amikor számítógépen egy-egy program van nyitva, a legtöbben 5-6 programot egyszerre futtatnak, ami között van social media, a csevegő program, különböző letöltések, zenelejátszók, és még lehetne sorolni a különböző példákat. És akkor elérkeztünk a tudományos és ismeretterjesztéssel kapcsolatos véleményekhez, ami ugye a mi kutatásunk szempontjából egy kiemelt jelentőségű terület volt. A mi vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy ez egy általánosan népszerűnek tekinthető kategória. A fiatalok, megkérdezett fiatalok többsége valamiféle kötődést mutat a terület iránt, viszont nagyon nagy különbségek vannak a tekintetben, hogy ezek a kötődések milyen háttérrel működnek, vagy mire vezethetőek vissza. Az egyik csoport, amit meg tudtunk különböztetni, ők az általános érdeklődést mutató fiatalok, akik úgy érdeklődnek a tudományos eredmények után, de hát alapvetően nem ez határozza meg az életüket, vagy a jövőbeli terveiket. Az ő esetükben alapvetően ez a szórakozásnak egy nagyon érdekes terepe, és ennek megfelelően jellemzően ez a televízióhoz köthető, tehát ők nem keresnek speciális tartalmakat, nincs igazán speciális érdeklődésük, de mint téma a tudomány, illetve ennek a látványosabb formái, még adott esetben az esetleg
tudományos is egy picit, az érdekli őket. Ezzel szemben a speciális érdeklődésű csoportunk egy sokkal céltudatosabb és ennek megfelelően a médiát sokkal fókuszáltabban használó csoport volt, akik kimondottan a karrierjük építéséhez, mondjuk a továbbtanulás tervezéséhez is használják az internetet, és ennek megfelelően speciális helyekről speciális tartalmakat gyűjtenek össze, tehát jellemzően ők az internetet használják, itt két terület merült fel, ami nagyon jellemző, az egyiken a Wikipédia volt, a másik pedig a korábban már említett YouTube. Reflexiók saját média használatra, ez a mi saját analitikus kategóriánk volt, itt azokat az eredményeket gyűjtöttük össze, azokat a véleményeket, amik az előző kategóriák egyikében sem illettek bele, ez egy nagyon összetett, nagyon változatos képet mutató kategória, úgyhogy ebben most csak egyetlen egy elemet szeretnék kiemelni, ami szerintem releváns a mai témával kapcsolatban, és ez pedig az a jellemző ennek a célcsoportnak, hogy mennyire gazdaságban, mennyire érzékenyek, mennyire árérzékenyek, és mennyire tudatosan befolyásolja ez azt a választásukat is, hogy ott esetben milyen médiát használnak. Ugye a Mária előadásom is hallottuk, hogy szeretnek ingyen megszerezni dolgokat, ingyen megkapni dolgokat, és ez az média használatukra is abszolút jellemző. Tehát például moziba nem mennek, mert ugye ott fizetni kell a filmért, mit csinálnak, letöltik. Zene hallgatás kontextusában ugye CD-ket nem vesznek, mert pénzbe kerül, mit csinálnak, letöltik. Még a mobiltelefon szolgáltatások esetében is szempont az, hogy hol van ingyenes wifi használati lehetőség, azokat megkeresik, ott csoportosulnak, McDonald's-ok, nem tudom, mindenféle helyek, olyan free wifi is hozzáférés van. Tehát, hogy ez egy alapvető szempont, ami a média használatot is meghatározza, de a többi példára most itt időhiány nem térnék ki. Média használatra vonatkozó tanulságok lenne a következő kategóriánk, itt önreflexív nézőpontok jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan ítélik meg a fiatalok a saját média használati szokásaikat. Ezekre a kérdésekre az interjúk végén tértünk ki, tehát így az elmondottak korábban megfogalmazottak alapján a fiataloknak is volt már egy rálátásuk a saját média használati szokásaikra, és ezeknek tükrében fogalmazták meg ezeket a kijelentéseket. A legtöbb esetben a média használatra fordított idő volt egy érdekes kategória, önmaguk is megdöbbentek azon, hogy amikor rendszerezve összefüggésében látják azt, hogy hogyan, mire használják a médiát, és ezzel mennyi időt töltenek el, az nagyon messze áll attól, mint a korábbi elképzelésék vagy koncepciók. Alapvetően az derült ki, hogy sokkal több időt töltenek el média használattal, mint ahogy azt gondolják. Mi a jelentőség a médiának a hétköznapokban? Erre is sokszor az interjú beszélgetések végén döbbentek rá. Itt azt kell kihangsúlyozni, hogy nagyon sokan nem veszik észre, vagy nem tudatosul bennük az a helyzet, amikor a médiát használják, hiszen az olyan szervesen, olyan szorosan kapcsolódik a hétköznapi gyakorlatokhoz, hogy nagyon sok esetben reflektálatlan marad, és ezeknek a beszélgetéseknek a során derült az ki valójában, hogy ezeknek mekkora jelentősége van. Illetve a mások esete, itt arra kell gondolni, hogy míg a beszélgetésben részvő fiatalok egy része a saját médiahasználati szokásait teljesen normálisnak és rendjén valónak találta, addig sokan fogalmazták meg azt, hogy de mások viszont nagyon rosszul használják a médiát, mert túl sokat használják, meg rossz dolgokra használják, nem azokat a forrásokat részesítik el, amik valóban értékes információkat közvetítenek, tehát itt azért már megjelenik egy ilyen média pessimista attitűd is. És ez az attitűd, ez csak tovább erősödik a tervezett változtatásokkal összefüggésben, ahol valamiért a fiatalok többsége úgy fogalmaz, hogy a média azért káros és veszélyes, meg manipulatív és sokszor rossz irányba befolyásolja az embereket, és ezért például az időfelhasználás tekintetében változásokat kellene eszközölni, elsősorban abban az irányba, hogy visszaszorítsák a média használatra fordított idejüket. Egy-két olyan esetet találunk, ahol ennek az ellenkezője volt igaz. 4-5 fiatal fogalmazta meg azt, hogy szeretne több időt tölteni média használattal. Az ő esetükben ezt speciális szocioekonomiai okokra vezethetjük vissza, egész egyszerűen a családi háttér, a jövedelmi viszonyok nem tették azt lehetővé, hogy például otthon számítógépük vagy internetük legyen.
Illetve ezek között a válaszok között néhány már megvalósult változtatás is felmerült. Például voltak olyan gamer fiatalok, fiúk elsősorban, akik korábban már felismerték a, hát nem fogalmazunk így, hogy a játékok iránti függőségüket, és ez a felismerés már korábban arra ösztönözte őket, hogy változtassanak a mindennapi gyakorlataikon, és visszaszorítsák a játékkal eltöltött időt, és ehelyett mondjuk a társas kapcsolataikat és a valós időben, valós térben történő találkozásokat részesítsék előnyben. Ugyancsak egy saját analitikus kategóriánk volt a médiahasználók médium fogalma is. Ez azért egy lényeges kérdés, mert ugye az előzőben is utaltam rá, hogy a média, médium, csatorna, platform fogalma nagyon keveredik ennél a korcsoportnál, és látható, hogy nincs kiforrott, nyilván nincs kiforrott koncepciójuk róla, de ennek megfelelően a médiára, amikor beszélnek, az is sokszor félreérthető, és ennek a vizsgálata indokolt ahhoz, hogy értsük, hogy gyakorlatilag mi történik itt a média használat okán. Azt látjuk, hogy vannak olyan eszközök, amik egyértelműen a médium kategóriájába esnek, ezek a klasszikus tömegmédia eszközei, így a rádió, a televízió és a nyomtatott média. Vannak olyan eszközök, ilyen például a telefon és a számítógép, ami egy ilyen billegő kategória, tehát hogy néha médiumként jelennek meg, néha meg csatornaként, és a teljes zavart azt az internet jelenti, amit egyszerűen nem igazán tudunk, vagy nem tudnak elhelyezni. Nyilván ez abból kifolyólag történik így, hogy ugyanazt a platformot rengeteg eszközön lehet elérni, nagyon sokféle módon lehet használni. És vannak néhány, tehát találtunk néhány érdekes anomáliát is, például a média kategóriába sorolta egy hallgató az iskolai csengőt, mások meg a projektort, és ő azt meg is fogalmazta, hogy ez az ő életében nagyon fontos információkat közvetít a csengő, tehát ennek megfelelően ez neki egy lényeges szempont. Extrém média használat és szokások a 13-as kategóriait, alapvetően két kategóriát különítettünk el. Egyrészt az eszközök tekintetében megnyilvánuló extremitások, például a bakelit lemez itt merül fel újra, és ahogy említettem, itt ez jellemzően egy szubkultúrás identitáshoz köthető eszköz, de ugyanez igaz egyébként a könyvre is, ami nagyon kevés esetben jelent meg, ahol megjelent, ott szintén mondjuk egy science fictionhoz köthető olvasói szubkultúráról volt szó. Az idő tekintetében, vagy a túl kevés, vagy a túl sok idő jelenthet egy ilyen extrém kategóriát. Az utolsó elemzési egységünk az az altruizmus és a kapcsolatos elemzés volt, ugye a bevezető előadásokban már hallhattuk, hogy feltételezzük azt, hogy ez a nemzedék, ez önzetlen, hogy jellemző rá a segítségnyújtás, az önzetlen együttműködés. Mi ennek megtaláltuk a nyomait a hálózati kommunikációban, elsősorban a közösségi felületeken. Ugye ez az adatfelvétel, ez 2013 tavaszán volt, ott volt egy kimagasló, kiugró jelentőségű esemény, ez a március 15-i hóhelyzet, ami rögtön az adatfelvételünk előtt volt, és ennek a lecsapódása abszolút látszik az adatokon. Az, hogy hogyan segítették egymást a hallgatók, hogy hogyan szervezték meg az iskolába jutást, a házi feladatoknak a kiosztását utólag, ez abszolút ez az együttműködés és a segítés kategóriájába sorolható. És akkor nagyon röviden az összegzésről. Ugye alapvetően az eredmények nagyon sok szempontból igazodnak és alátámasztják azokat a reprezentatív vizsgálatokat, amelyek szintén hazánban folytnak, vagy folytak, így például az ifjúság 2012-es kutatás eredményét mi is használjuk az elemzés során, illetve azt ki is, részben ki is tudjuk egészíteni. Azok a speciális eltérések, amik a mi mintánkban megjelennek, azok jellemzően helyi okokra, intézményi háttérre, vagy sajátos szocioökonomiai státuszokra vezethetőek vissza. Rengeteg eredményünk van, nagyon sokféle irányba indult el ezeknek az elemzése, értelmezései, most ezek közül csak egyet tudok kiemelni egy fél percben, és ez pedig a mozgásnak a jelentősége. Azt tapasztaljuk, azt találjuk, hogy ez a nemzedék minden tekintetben egy mobilis mozgásban lévő nemzedék, ez igaz a fizikai térben való mozgás, ugye folyamatosan úton vannak, otthon, kollégium, iskola,
szórakozóhelyek, bármi ide érthető, mozgásban vannak folyamatosan a média terében, ugye multitasking jelenség, ami lehetőséget arra, ad arra, hogy ugyanazon a média felületen, vagy különböző média felületeken belül egyik helyről a másikra ugráljanak, illetve nagyon nyitottak a földrajzi és kulturális terek vonatkozásában is, tehát nagyon nagy az átjárhatóság globális értelemben is, nyilván egy globális médiakultúráról beszélünk, és ezzel kapcsolatban az ifjúsági szubkultúrák lehet erre egy jó példa. És akkor tényleg zárószóként, ugye az előadást úgy indítottam, hogy egy bedrótozott nemzedékről beszéltem, ami az én értelmezésemben egy helyhez kötött, lokalizált rögzítettséget is jelent egyben. Én ezzel szemben az utóbbi időben sokkal inkább ezt a mobil nemzedék kategóriáját szeretem használni, pont abból a, vagy azokból az okokból kifolyólag, amit az előadás végén próbáltam összefoglalni. És akkor köszönöm szépen a figyelmet!